Csepregi Noémi vagyok, az Iparművészeti Múzeum textil és viselőgyűjteménye osztályán dolgozom, és a Dresscode Szecesszió című kiállítás kurátoraként a századfordulós női divat, valamint életmódba nyújtok betekintést. Az 1800-as évek végén járunk. Ha egy korabeli estét próbálunk felidézni, akkor olyan kiegészítőket kell magunk elé képzelnünk, mint az ékszerek, hajdíszek, a könnyékigérő kesztyű, illetve természetesen a legyezők és a táncrendek sem maradhatnak ki a felsorolásból. A táncrendeket, amelyek egyébként a táncok sorrendjét tartalmazták, az esemény házigazdája jóval az esemény előtt készítetett el, és a meghívóval mellékelve küldött el a hölgyeknek, hogy a különböző táncokra a hódolóikat feljegyezhessék. A bálokon előszeretettel használták fel a különböző üzenetek közvetítésére a legyezőt. A legyező nyelv, amely valószínűleg a spanyoloktól ered, olyan üzenetek közvetítésére is szolgál, mint például a Te vagy az eszményképem, amely az egészen kinyitott legyezővel a szívünkre, majd az ajkunkra mutatunk. Viszont vannak olyan negatív üzenetek is, mint például óhajtom, hogy távozz el, jelenléted igen unalmas. Az Iparművészeti Múzeum tulajdonában lévő Dékelni Árpád által tervezett legyező egy szalon legyezőnek is beillene, ugyanis méretéből és díszítéséből adódóan egy elegáns környezetben is jól mutat. A kisméretű szalon legyező, amely az esti viseletek, báli vagy estélyi ruhák kiegészítője, varrott csipkével készült és virágmotívumokkal díszített. A századfordulós viseleteket a csipke egészítette ki, egészen elképesztő mértékben. Az 1880-as években a halasi csipke megjelenésével a hazai textilipart is meghódította a csipke. A halasi csipke megalkotója Dékelni Árpád volt, aki rajztanár létére csodálatosabbnál csodálatosabb terveket készített, viszont a kivitelezéséhez szüksége volt egy hölgyre, nevezetesen Markovics Máriára, aki a varrott csipkéken belül is egy teljesen új technikát talált ki. Színes sejem, valamint fémfonalakat is alkalmazott az ilyen újfajta csipkék készítése során. Dékelni alkotásaiban megjelenik a galamb, a szarvas, a tulipán és elég gyakran a páva motívum is. Ugyanakkor nem csak stilizált növényi, illetve állatvilágot használt fel munkássága során, hanem a csipkéken megjelennek a magyar népművészetből kölcsönzött szívek, vagy éppen népi ruhás leányok. Zsirárdi József a Korona Herceg utcában nyitotta meg divatszalonját. Ő volt az egyetlen olyan szabómester a századforduló környékén, aki semmilyen formában nem reklámozta magát, és mégis hölgyek versengtek azért, hogy bejuthassanak a szalonjába. Természetesen az utcáról akárkit nem is fogadott. Hercegnék, grófnék és nagyvilági asszonyok jártak Zsirárdi József szalonjába. Az a különlegessége Zsirárdinak, amellett, hogy a lehető legjobb tervezőket és varrónőket alkalmazta, hogy pályafutásának csúcspontját az 1916-os év jelentette, amikor IV. Károly koronázási ünnepségére Zita királynének a koronázási öltözékét bízták rá. Zsirárdi több alkalommal Bécsbe utazott e célból, viszont nagyon hamar kiderült a titok, és onnantól kezdve megrohamozták a Zsirárdi szalont a hölgyek. Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében lévő Zsirárdi ruha korábbi, hiszen 1910-ben készült, ezt onnan is tudjuk, hogy cégjelzés található a ruha alsó szoknyájában. Részint a társadalom írta elő, hogy ki, mikor és mit viselhetett. Ugyanis a különböző hírlapok hasábjain egy-egy estét követően előszeretettel emlékeztek meg az adott eseményről, illetve arról, hogy ki jelent meg és mit viselt. Nem
nem csak az estélyeken, hanem a hétköznapokban, a nappali viseletben is jelentős volt a társadalmi befolyás. Egy úri hölgy például nem hagyhatta el az otthonát fűzőviselése nélkül, amely a fiatal lányok nagykorúságát jelölte. A 1899-re alakult ki a szecessziós S-vonal, amely nemhogy a fűző kiiktatásával járt volna, hanem pont ellenkezőleg egy teljesen új típusú fűzőt vezetett be. Ez a fűző már nem csak a derekat, hanem a csípőt is nagymértékben összeszorította, ráadásul egy olyan kényelmetlen pozícióba kényszerítette a női testet, hogy hátra billentette a derekat. Az alsó ruházkodásnak is egy alapdarabja volt a fűző, amelyet felül fűzővédő, vagy ing, alul pedig alsó szoknya, vagy alsó nadrág egészített ki, és természetesen nem feledkezhetünk meg a harisnyáról sem, amely szintén alaptartozéka volt a női ruhatárnak. A hétköznapi viseletek között jellegzetesek a fehér, krémszínű ruhák, amelyeket csipkével gazdagítottak, valamint fekete sejembársonyövvel viseltek. Ezeken kifejezetten jól mutattak a hatalmas méretű kalapok, azonban ezeket a kalapokat érdemes volt a fejhez rögzíteni. A napernyő is mindennapi kiegészítőnek számított, a nem kívánatos barnulás elkerülése végett. A 19. század közepén az acélmerevítős alsó szoknya, a krinolin volt meghatározó, majd később a turnőr. Ezek a századforduló már nem jöhettek vissza a divatba, hiszen életmódbeli váltás következett be a hölgyek életében. A praktikusabb, egyszerű viselet vált meghatározóvá, így a felhasznált anyagmennyiség is lényegesen lecsökkent. A 19. század végén, 1896-tól tanulhattak felsőoktatási intézményekben a hölgyek, és a munkafrontján is egyre szélesebb körben tudtak tevékenykedni. Immáron a nők is részt vehettek olyan sportágakban, mint a tenisz, a krikett, a golf, vagy éppen a fürdőzés és biciklizés. A reformfűző ekkor válik meghatározóvá, ugyanis sportolás közben is fűzőt viseltek a hölgyek, természetesen ez már lényegesen kényelmesebb volt, mint az acélmerevítővel ellátott darabok. Nem véletlen, hogy ebben az időszakban válik a blues használata is közkedvelté, hiszen a hölgyek teniszezés közben blues-t, illetve szoknyát viseltek, annál az egyszerű oknál fogva, hogy könnyen tisztítható és praktikus viselet volt. A lábbelék is kényelmesebbé váltak, hiszen megjelent a teniszcipő. A 1906-ban Paul Poiré francia divattervező próbálta megreformálni a női divatot, és elvetette a fűzőt. Viszont ez csak átmeneti változás volt, hiszen két évvel később ismét fűzővel kiegészített ruhákat tervezett. Ennek is köszönhető, hogy a fűzőviselés még nagyon sokáig meghatározó volt a női divatban. A századforduló viseleteit jelentősen alakította az a hozzáállás, hogy a hölgyek inkább szépek, mint egészségesek akartak lenni.